Kedves nézőink, üdvözlöm Önöket ismételten. Tudják, péntek van, és 3:49, és ilyenkor Cseres Attilával fogunk beszélgetni. Szia Attila, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Most már ugye itthon, Budapesten? Igen, éjjel 1:30-2:00 a gép. Akkor ugye ez azt jelenti, hogy kim voltál az Izraellel foglalkozó újságírók konferenciáján, és mit hoztál az élményeken kívül? Egy megalakult izraeli kormányt. Még, jó, még a szerződések nincsenek aláírva, de Netanyahu bejelentette, hogy megalakította, megállapodtak. Milyen volt egyébként a konferencia? Tehát az, ami nem voltam, azt tudják, a Jewish Media Summit, tehát nem egyszerűen Izraellel foglalkozott. Ja, Jewish Media Summit, igen. Én úgy szoktam mondani, kicsit szarkasztikusra, hogy ez a zsidó média világösszeesküvés, ahol most voltunk. Tényleg a világ összes zsidósága és Izraellel foglalkozó lapja képviseltette magát. Érdekes módon egyébként ezeken a konferenciákon, ez már 5. évben rendezték meg, nem csak a zsidó média jelenik meg, hanem megjelentnek néhányan az ilyen evangéliumi keresztény sajtótól is. Ami azért különösen érdekes, mert egyébként van keresztény média világ összeesküvés is, amelyik Izraellel foglalkozik, azok nekik is van külön ilyen konferenciájuk, de a miénk az a Jewish Media Summit volt. Ezt minden évben a pandémia idején persze kimaradt egy-kettő, minden évben az izraeli külügyminisztérium rendezi meg, tehát az izraeli külügyminisztérium vendégeként vannak ott a világ minden tájáról, és ezt tessék szó szerint érteni, hogy a világ minden tájáról, mert Sri Lankától, Dél-Afrikán, Ausztrálián át, Argentínából, Franciaországból, Kanadából, és persze Magyarországról voltunk ott elég sokan, és nagyon feszített program volt. Én nézegettem a Neokon főszerkesztője által készített videókat. Közöttük... Nagyon szórakoztatók, az jó. Igen. Nagyon jók voltak, de közöttük volt egy, amin, ha jól emlékszem, te is megszólaltál. Elmondom neked, fölvezetem, miről van szó. Nekem az egyik legkedvesebb foglalatosságom volt, leginkább a középiskolában, a magyar nyelvemlékeknek a kutatása, utána járása, és erre mit hallok, hogy ott vagytok Izraelben, és beszámoltok arról, hogy a Meyer-Sheharimban 17. századi magyar nyelvemlékek bukkannak föl. Így van. Hát mesélj erről, mert komolyan mondom, el vagyok ájulva. A konferenciáról azért annyit még röviden elmondanék, hogy azt szoktam mondani viccesen, hogy másik miniszter fogadott minket, mint aki búcsúztatott, mert kiter tényleg szó szerint az történt, hogy szerda éjjel jelentette be Netanyahu Herzognak az új kormány, és úgy képzeljék el a kedves nézők, hogy másnap, tegnap, csütörtökön délben együtt beszélgettünk Herzog elnökkel, aki egyébként egy kicsit frusztráltan mesélte el az élményét, hogy éppen az utolsó percekben hívta őt Netanyahu. Az igazság az, hogy nagyon sok politikussal találkoztunk, és természetesen a legköszönőbb politikusokkal még, mert ők szervezték ezt a konferenciát, és hát őszintén szólva szinte mindenki a frusztrációját öntötte ránk az új izraeli kormánnyal kapcsolatban, aminek azért azt gondolom, hogy azon túlmenően, tehát a pszichodráma csoporton túlmenően az is a szántékuk volt, hogy vigyük a hírét a világban. Világos. Hogy Izraelben nagy a baj. Hát ennek ezzel azt tudom mondani, hogy itt volt Lomnici Zoltán, az előbb neki mondtam azt, hogy nem véletlen az, hogy Netanyahu az utolsó pillanatban telefonozott Herzog államfőnek, én szerintem
nem csak azért, mert hogy akkora sikerült összehozni a megállapodást, hanem ennek taktikai okai is voltak, ahogy taktikai okai vannak annak is, hogy azt arra utalnak, hogy vigyétek a hírét annak, hogy most baj van Izraelbe. De térjünk vissza erre a nyelvemlékre, mert engem ez foglalkoztat most a legjobban. Na tehát nagyon, tényleg nagyon sűrű programunk volt, de Jonatánnal, Megyeri Jonatánnal, a Neokon főszerkesztőjével találtunk alkalmat arra, hogy sétáljunk a városban. Többek között például ez a séta, ez a Knesset felé haladt, mert a Knessetbe is jártunk, és hát szándékosan elsétáltunk a Mea Sharimba, ami a 100 kaput jelent magyarul, amit a 19. században építettek, és kifejezetten a ultraortodox, vagy ahogy jobban szeretjük mondani, a háredi közösség számára. És ebben az ultraortodox negyedben, ebben van egy néhány tömbből álló rész, amit Batály Ungárin, vagy Ungár, nem tudom pontosan, hogy mondják, az a lényeg, hogy a magyar házak névvel szoktak illetni, ahol kifejezetten a Magyarországról elszármazott ilyen ultraortodoxok, vagy háredi zsidók élnek. És hát elmondtam ebben a videóban, valószínűleg azt keltette fel az érdeklődésedet, hogy ezek a magyar ajkú, vagy Magyarországról elszármazott zsidók, ezek pár a 17. században is kerültek oda, nyilván több hullámba kerültek oda, de a 17. században volt egy, hát most már csak 4 percük van arra, hogy elmeséljem, volt egy álmesélyes, a Zvi Sabataj nevű figura, akinek a kedvéért, tehát volt egy ilyen korszellem akkoriban, az 1600-as években, 1600-as évek közepén, miszerint megvan a messiás, az Zvi Sabataj kinevezte magát álmessiásnak, és hát hogyha eljött a messiás, akkor irány Jeruzsálem, és nagyon sok zsidó elment Jeruzsálembe, és a magyar zsidók közül is elmentek oda. És hát ez Balassi kora, ugye jól tudom, hogy tulajdonképpen az... Igen. Ez meg Balassi kora, és ők vitték magukkal a nyelvüket. És hát itt zárójelben mindig ilyenkor el szoktam mondani, hogy a zsidók, különösen a vallásos zsidók, a szigorúan vallásos zsidók általában a héber nyelvet, azt nem használták soha a hétköznapokban, olyannyira nem, hogy már 2000 évvel ezelőtt is az arámi nyelvet használták a hétköznapokban, és aztán később a szétszóratásban is mindenhol a helyi nyelvhez alkalmazkodtak, elég köztudomású, hogy a német héber keverék az a jít is, ugye az askenázi zsidóknak a nyelve, a szefárd zsidók, akik a spanyol nyelvterületen éltek, ők a ladino nyelvet beszélték, illetve beszélik ma is, és a magyar zsidók, tehát a Magyarországon élt zsidók pedig, hát a magyar Balassinak a nyelvét beszélték a 17. században, és ezt a nyelvet vitték magukkal Jeruzsálembe. És ezt örökítették át aztán generációról generációra, és egészen az 1960-as évekig még az öregek beszélték ezt a nyelvet. Ugye, ugyanúgy, ahogy aztán a jit is, meg a latinó, ugyanúgy ez a magyar is, hát aztán a 20. század második felében egyre inkább kikopott a közbeszédből, és sajnos a mai időkre már ez a nyelv járás, vagy ezek a nyelvemlékek már nincsenek jelen, de a 60-as években magyar nyelvészek, azt hiszem a Tudományos Akadémiának a megbízásából a helyszínen tanulmányozták ezt az archaikus nyelvet, a Balassinak a nyelvét. És készítettek hangfelvételeket is, vagy ezt lehet tudni? Én mondom, tehát van egy ilyen emlékem, hogy készült erről egy dokumentumfilm sorozat, vagy legalábbis valami kutatás. Ez úgy kell elképzelni, hogy Bartók csinálta annak idején népzenéknek a gyűjtését. Valószínűleg itt is így készült. Még mindig nem tudtam a nyomára bukkanni, egyelőre még csak ilyen zuhanyiradóból hallottam ezt. Hát nagyon remélem, hogy a közeli jövőben sikerül
a nyomára bukkanni ezeknek a dokumentumoknak, dokumentumfilm felvételeknek, és akkor talán akár a heti tévében is be tudjuk mutatni. És hát nagyon rettenetesen kíváncsian várnám ezt, mert engem teljesen ledöbbentett ez egész történet. Attila, köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni. Légy szíves, ma ne felejtsd el, hogy kétszer is kell gyertyát gyújtani, meg kell gyújtani a hatodik gyertyát, plusz a szombati gyertyákat is meg kell gyújtani. De ezt lehet csinálni egy menetben, egymás után. Igen. Alaposan ki kell számítani mindent, mert figyelni kell az időkre. Mert ugye... zsidóünnepek.hu-n ott vannak a pontos idők. Így igaz. Ezt is akartam mondani, hogy tessék forgatni, illetve figyelni ezeket az oldalakat is. Légy szíves, tessék kikapcsolódni, hogyha tudsz. Persze közben keresd az akadémiai anyagokat. És hát mi találkozunk rövidesen, ha minden igaz. Továbbra is Hanuka személyek, és Sabbat Shalom neked. Hanuka személyek, és boldog karácsonyt azoknak a nézőinknek, akik ezt tartják. Így igaz, ezzel köszönöm. Karácsony az egyetlen keresztény ünnep, akkor mindig el szoktam mondani, ami zsidó módra jön be, este úgy szoktuk biztosan mondani, az RF karácsony. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélgetni. Kedves nézőink, ennyi volt a Pirkadat mára. Nagyon köszönöm, hogy minket választottak. Nézzenek minket továbbra is, nagyon jó műsorra várjuk Önöket, és rövidesen találkozunk újból. Mindenkinek, minden nézőnek minden jót kívánok, kellemes ünnepeket, a legjobbakat, viszontlátásra!